Az elmúlt 20 év legnagyobb szociális programjának nevezte az Erzsébet programot nagyon na A kedvezményes üdülési lehetőség pénzügyi keretét az Erzsébet utalványok forgalmazásából származó bevétel teremti meg. A szociális üdülésre pályázók felnőttek esetén 5000 forintos, gyermekeknél 2500 forintos önerő mellett nyaralhatnak egy hétig az ország üdülő területein. 2012-ben a megyéből sok család élt a lehetőséggel. A tavalyi évben 12 ezeren vettek részt az Erzsébet programban, 8 ezeren a szociális üdülésekben, illetve 4 ezer gyerek nyaralt a táborokban. Ez országos átlagban egy magas számnak számít. Az idei évben még van lehetőség, hiszen még nem értük el bőven ezeket a megyei számokat, úgyhogy van lehetőség, én azt javaslom, hogy jelentkezzen, aki úgy érzi, hogy szívesen nyaralna az idén ebben a programban. Az Erzsébet programra az idei évben is 3 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek egy részét a szociális üdülési pályázatok, másik részét az elsősorban gyermekek számára meghirdetett, tematikus, valamint általános táborokra kiírt pályázatok teszik ki. Újdonság, hogy a közfoglalkoztatottak is igényelhetik a kedvezményt. Tavaly 38 ezeren dolgoztak hosszabb, rövidebb ideig a közfoglalkoztatási programba. Az idén most március elején indul, és mintegy 28 ezer ember kapcsolódik be. Nekik és gyerekeiknek teljesen ingyenes, tehát arra biztatom őket, hogy pályázzanak, és akkor eljuthatnak a Balatonra, vagy a Velencei-tóhoz, vagy más csodálatos részre. A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani április 8-áig a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a keretösszeg kimerüléséig, aki megfelel a feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik.